Sziasztok, Borszéki Péter 3/3 új videó. Az előző videó folyamán már megbeszéltük, hogy milyen felosztásban edzünk, hányszor egy héten, most pedig arról lesz szó, hogy ezeken az edzéseken milyen gyakorlatokat is végezzünk. Most lehet egyeseknek meglepő lesz, de az izmaink nem kifejezetten azért vannak, hogy súlyt emeljünk velük, hanem mindegyik egy-egy funkcionális mozgást végez. Vegyük például a mellizmat. A mellizom a kart közelíti, az oldalra emelt kart a test előtt közelíti, illetve a felemelt kart lefelé nyomja. Amikor lemegyünk a terembe, akkor mindegyik izomra, amikor edzünk, akkor ezt a funkcionális mozgást próbáljuk meg utánozni, ezzel erősítve az izmainkat. Ezen logika mentén elindulva, a mellizmunkra, amikor lemegyünk a terembe és munkát végzünk, akkor mindenképpen végezzünk valamilyen nyomó gyakorlatot. Nagyon jó erre például a fekvenyomás, ezt végezhetjük rúddal is, illetve kézisúzókkal is, vagy pedig gépen. Továbbá valamilyen összehúzást, ezt is lehet csinálni csigán, tárogatás, ugye ez kézisújjal. Harmadik az az áthúzás. Erről itt láthattok egy képet. Így lefekszünk a padra, megtehetjük ezt így is, illetve merőlegesen a padra. Igazából nem is kifejezetten a mellizmunkat, hanem az előső fűrészizmunkat, illetve a széles hátizmunkat egyszerre dolgoztatjuk meg, mégis mellnapon szokták végezni ezt a gyakorlatot főként. Következő izomcsoport a hát. A hát húzó mozgásokat végez, itt érdemes csinálni függőleges irányú húzó mozgásokat, illetve vízszintes irányú húzó mozgásokat. Függőleges irányú húzó mozgás lehet például húzózkodás, illetve az ilyen egykezes lehúzások. Vízszintes mozgásból pedig nagyon jók a különböző elvezés variációk. Illetve itt van még az alsó háti rész, ami külön említésre méltó. Itt nagyon jó gyakorlatok például a felhúzás, illetve hiperhajlítás, a többi gyakorlatok. Következő a váll. A váll az egy elég érdekes, elég összetett izom. Itt nagyon sokféle mozgást kell, hogy reprodukáljunk. Végezhetünk oldalemelést is, illetve előreemelést. Én az előreemelést annyira nem szeretem, mert amikor mellizom erősítő gyakorlatokat csinálunk, ott is eléggé megdolgozásra kerül ez a rész. Emellett ez egy nagyon-nagyon kicsi izom, elég nehéz izolálni. Hogyha szeretitek, akkor nyugodtan végezzetek előreemelést is. Én az oldalraemelést sokkal jobban szeretem. Emellett mindenképpen dolgoztassátok meg a vállnak a hátsó részét is. Ez is egy nagyon pici izom, viszonylag nehéz izolálni, de mindenképpen érdemes. Erről egy előző videóban már volt szó. A helyes tartást is segíti, hogy ha valakinek vállfájdalmai vannak, akkor sokszor az ezen izom gyengeségéből adódik. Illetve mindenképpen dolgoztassuk meg a csukjánkat is. Ez is segít a tartásban, illetve azért egy jól felépített fizikumhoz hozzátartozik az erős csukja. Következik a biceps. Itt igazából a fogáson érdemes variálni. Megfoghatjuk a súlyt és dolgoztunk a lapácsfogásban, illetve a csuklónk nézhet fölfelé is és lefelé is. A hiedelemmel ellentétben, amikor a csuklónk lefelé néz, az egyáltalán nem az alkart erősíti, habár jobban megdolgozásra kerül, de ez még mindig egy biceps gyakorlat. Következik a tricepsünk. Itt végezhetünk a fej fölött történő kitolásokat, amikor a tricepsünket nyújtjuk ki, illetve valamilyenféle lehúzás, letolást, hogy a triceps összes fejét megdolgoztassuk. Következik a lábunk, ezt combra, azon belül combfeszítőre és combhajlítóizmokra, fenékre, illetve vádira érdemes bontani. A guggolás a legjobb gyakorlat ebből a szempontból, mert hogy az összes izmunkat gyakorlatilag megdolgoztatja, emellett lehet végezni külön gépekben combhajlítást, combnyújtást, fenékre és egy rakás gyakorlatot, de mindenképpen a guggolás a legjobb lányoknak is. Emellett a vádlink van még hátra. A vádlit érdemes minél több szögből megdolgoztatni, gondoljunk csak bele. Egész nap ezen az izmunkon állunk, nagyon erős izom alapjába véve is. Sok embernek nehéz is fejleszteni, mert genetikából adódóan ilyen. De minden este, ha már arra rászálljuk magunkat, hogy megdolgoztatjuk, akkor ezt tehetjük ülve is. Tehetjük így fekve, vagy ülve úgy, hogy vízszintes legyen a nyomás, illetve hogy függőleges. Végül pedig a hasizmunk. Ide a plank a legjobb gyakorlat szerintem. Ezt végezhetjük úgy is, hogy így fekszünk egyenesen, illetve oldalplankben is dolgozhatunk. Emellett még nagyon hatással a lábemelés, hogyha jól végzi az ember. Nos, ez a videó ennyi volt. Nyilván még nagyon sok gyakorlat, most nem volt célom az összes gyakorlatot felsorolni, csak arra figyeljetek, hogy ezeket a gyakorlatok típusokat végezzétek, például mellizom erősítésre. Nem feltétlenül elég, hogyha csak fekvenyomtok, ajánlok egy tárogatást is, csigás összehúzást is.
Itt aztán erről megint eltérnek az álláspontok, hogy elég az, hogyha csak fekvő nyom az ember, vagy ha fekvő támaszkodik. Elméletben igen, mégis a tapasztaltabb versenyzők, sportolók arról számolnak be, hogy bizony a mellizmok szép felépítéséhez nagyba hozzájárult a többi mozgás, amit végeztek. Ez igaz az összes többi izomra is, úgyhogy mondom, ezeket a gyakorlatokat végezzétek, és remélem tetszett a videó, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok föl, és minden héten új videó, most megint visszatértem, de amit már említettem, sajnos nagyon csúnyán elestem biciklivel, és most edzeni nem tudok, de azért videókkal továbbra is fogok jelentkezni, úgyhogy sziasztok!